Édesanyám állandóan énekelgetett otthon, mint egykori népzene főtanszakos hallgatója Kodály Zoltánnak, aki énekzenetanár lett ugyan, de hát a népzene iránti oltatatlan szeretet az állandóan jelen volt, és ő pontosan úgy énekelgetett otthon, a házi munkák közben is, mint ahogy a parasztasszonyok szokták a különböző munkálatokat kísérni. Ez az állandó éneklős jókedv, ez nekem természetes állapotnak tűnt, és ez rám is rám ragadt. Én elcsodálkoztam, hogy más családokban ez nem így van, hogy nem énekelnek. Én már nem úgy látszik, hogy születésem óta volt valami fogékonyság, készség, és egy olyan velem született tónusú hang, ami szinte kívánta a népdal éneklést, mert azt hiszem, hogy furcsa lenne egy ilyen kicsit nazális tónusú hanggal mondjuk operát énekelni, nem is volt soha ilyen vágyam. Úgyhogy én éjjel-nappal énekeltem, pontosan úgy, ahogy édesanyámat hallottam, és óriási szenvedélye vetettem bele magam aztán a megkapott gyűjtések nyomán az éneklésbe, és nagy szerencsém, hogy Halmos Béla és Sebő Feri felkaroltak. Mindig kérdezik, hogy na és Márti, hát most már annyi dal tudsz, hát még van, amit még lehet gyűjteni, vagy amit még nem tudsz? Hát hogy ne lenne? Először is rengeteg dolog van, amit még nem tudok, hát erre egy élet is kevés. Én mindig vonzódtam a finom hangú énekesekhez, mert nekem sincs erős hangom, azt gondolom, hogy a minőség ezeknek az énekeknek, a gyönyörű csipkefinom díszítmények, azok nekem többet jelentenek, mint adott esetben egy érces hangon elsüvöltött ének. Lehet szép az az érces hang, ám nekem mégis mindig a finomság volt nagyon fontos. A legelső ilyen hang, mert 12 éves korom nagy élménye, ez Jánó Anna néni hangja, Moldvai Csángó énekesasszony. Amikor ez a néni elkezdte énekelni a Madarka, Madarka kezdetű balladát, azt se tudtam, hogy hol vagyok. Tehát percekig csak így lebegtem valahol, és újra visszatettem a tűt mindig oda, és attól kezdve én ezt az éneket naponta nem is tudom hányszor meghallgattam, tucatszor, már a nagymamám kétségbe esve. Nehezményezte a vasmegyei nagymamám, hogy Mária édesanyám, hát illan nótátlan nótákat kitalálni. Hát mert az ő vasmegyei fülének ezek a moldvai csángó énekek annyira furcsák voltak, hogy mindegyikre azt mondta, hogy az nótátlan, nótátlan óta. 27 évig kellett várnom, míg végre eljutottam Anna néni falujába, méghozzá Szomjas Györggyel és Halmos Bélával, akik egy sorozat részeként portréfilmeket készítettek híres előadókról, tehát zenészekről és énekesekről, és így jutottam el Anna nénihez. 5 perc alatt olyan mély beszélgetésben voltunk mi ketten, mint egy anyalánya vagy nagymama és unokája a kicsi konyhájában, és hát mind a ketten megkönnyeztük, mert mondtam neki, hogy kicsi lánykorom óta ő itt bennem él, és az ő hangja volt az, aki engem valósággal erre az útra taszigált, vagy sodort, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert attól a perctől kezdve én állandóan erre voltam szomjas, és ezt akartam hallgatni, és ilyen énekeket akartam tanulni. Hiszen a 70-es években nem volt népzenei képzés, úgyhogy a gimnázium után én nem tudtam felvitelizni a Zeneakadémiára, mint ahogy ma már megteheti egy ilyen irányú érdeklődésű diák. Népzene tanszakon bármit tanulhat, hangszert is, vagy népi éneket. Nagyon nagy örömmel láttam, hogy az én generációmból viszont kinőttek olyan pedagógus egyéniségek, akik mára már intézményeket vezetnek. Tehát szinte az óvodáskortól a főiskolai egyetemi képzésig minden szinten ma már Magyarországon lehet tanulni népzenét, és ez óriási dolog, hát ez szinte példátlan, nem tudom, hogy hány ország tud ilyet felmutatni. Én nem tanítok, én soha nem tanítottam intézményben, megkérdezhetik persze, hogy miért nem. Én nem tudok tanítani. Engem nem tanított senki, a már említett okokból, tehát nem volt részem hivatalos képzésben, mert nem volt kitől tanulni. Én egyenesen ezektől az emberektől tanulhattam. Senki sem igazgatta a hangomat, hogy így énekelj, Márti fiam, úgy énekelj. Ezt a mai napig nem tudnám ilyen szakszerűen elmagyarázni, hogy ki mit csináljon a hangjával, mert mindenkinek máshogy áll a torka. Én a magamét is úgy igazgatom, ahogyan én érzem, hogy jól működik. De azt gondolom, hogy amivel én tanítok, az talán maga az éneklésem, tehát a megjelenéseim, amik hatással lehetnek fiatal énekesekre. Az a generáció, aki fogékony a népzenére, ezek a mostani gyerekek és fiatalok,
ők ezzel is többek lesznek, mint kortársaik, valahogy sokkal mélyebben és tartalmasabban élik meg akár ugyanazt az eseményt is. Ez nekem nagyon megható, és nagyon örülök ennek.